Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték ZRT. Műsorunkat támogatta a Nemzeti Kulturális Alap. Az Agrárminisztérium. Az előző részben Beszterce bányáig, Hugyec László építés síráig jutottunk. De találkoztunk rokonokkal is, ami számunkra még személyesebbé tette ezt az utazást. Utunkat Prága felé vettük, ám ha már ott jártunk, nem hagyhattuk ki Selmec bányát. Selmec bánya valószínűleg még ma is szerepelne a Magyar Királyság top 10-es legszebb város listáján. Pedig az elmúlt 100 év itt se hozott sok jót. Oly sok bányavároshoz hasonlóan virágzás a kisebb-nagyobb megszakításokkal trianonik töretlen volt. Sőt, ki is emelkedett közülük, hiszen 1735-ben épít alakult meg a világ első bányászati akadémiája. A képzést később erdészeti és kohászati ismeretekkel is bővítették. Ám 1919-ben a várost megszállták a csehszlovák csapatok, így átköltöztek Sopronba. Azt pedig már tényleg csak kevesen tudják, hogy a soproni erdőmérnöki kar számos diákja és tanára 1956-ban egész Vancouverig jutott, ahol megreformálták Kanada erdőmérnöki képzését Sopron Division néven. A kis töri óra után nyugatnak fordítottuk az autókat. Felvidéknek, Nyugat-Felvidéknek a szorvány központjában járunk gyakorlatilag, alsó Bodokon. Igen. Itt a Csitári hegyek alatt, a Zobor alján. Legyetek üdvözölve! Köszönjük! Én nagyon régóta elvágyottam már ide, nem csak Eszterházy János miatt, hanem azért, mert ugye ez volt az a része itt Felvidéknek, ami az első bécsi döntésnél nem került vissza Magyarországhoz, szóval itt 100 éve szorvány lét van. Igen. Hogy élitek ezt meg? Hát tőlem balra volt kereken 5-6 kilométer a határ, amiről beszélünk, úgyhogy igazán ez egy olyan vidék volt, ami úgy megérezte ezt a hiányt, hogy elcsatoltak minket, Zoboráját és alapból az egész Felvidéket, de itt is pont úgy megy az élet, pont úgy kegyik az óra és élnek az emberek, és ami a legnagyobb hiba, az emberekbe talán, mert ne fogjuk másra az, hogy egyszerűen elvesznek. Modern vagy a helyes kifejezés, az asszimiláció. De úgy tudom, hogy Zobor alján van még mindig 13 magyar település falu. Igen, pontosan. Mi a helyzet itt a végeken? Ebben 13 faluban természetesen mindenhol 13 magyar ajkú polgármester vagy polgármester asszony vezeti a falut, és ezért is tud ezek a faluak tudnak megmaradni még úgymond magyar falvaknak is. A 13 falu ezért összefogott és megalkották a zoborai közösségek regionális társulatát. Így próbálják megőrizni és továbbadni a magyar kultúrát a szláv tengerben. Sőt, Marián családja még ennél is tovább ment. Addig harcoltak, míg Eszterházy János tiszteletére zarándok központot nem építettek. Ez miért olyan nagy dolog? Mert érthetetlen okokból Eszterházy a szlovák törvények szerint még 2021-ben is háborús bűnösnek számít. És ő volt az egyetlen ugye, aki a zsidó törvényeket nem szavazta meg a szlovák parlamentben. Az egyszer magyar képviselő 42-ben, és pont őt háborús bűnösséggel vádolják, hogy ezzel hogy tud szembenézni a mai Szlovákia? A Szlovákiának magában hosszú időtartalmi történelme nincsen, ők maguknak megírtak valamit, és sajnos ezt adják a közvéleménynek, ezt adják a médiába, és akkor aki fölnő, mint szlovák, vagy szlovák családban születik, akkor persze, hogy nem azt mondja, hogy Eszterházy egy méltóságos ember, aki nem csak magyarokat elnézi. Szlovákokat is mentett. Szlovákokat, zsidókat és embert mentett. Igen, embert mentett. Ezért akarják most boldogálvatni. Igen, ő volt a mi politikusunk. Ha ő nem volt volna, akkor még lehet, hogy most itt nem beszélünk magyarul, mert nem tudnák magyarul, vagy nem volnák itt. Úgyhogy, de ugye ez azért volt, mert amikor az első bécsi döntéssel visszakerült Felvidék nagy része Magyarországhoz, akkor maradt itt 80 ezer magyar, többek közt ugye Bodok is, akiket ő itt maradt képviselni. Tehát direkt nem költözött át Magyarországra, hanem a kisebbséget még védte továbbra is. Ezt a helyiek tudják? Tehát egy olyan, mondtad, hogy itt az egyik ellenfeled az egy magyar származású és szlovák párt színeiben indul, ennek jelent bármit Eszterházy János? Nem.
Marian úgy látja, a vegyes házasságokban egyértelműen a szlovákok dominálnak. Amiánt szlovák menyecske vagy szlovák férj kerül a családba, ottan teljes mértékben elfordul a kocka. Mondtad azt nem is olyan rég, hogy azért a szlovákoknál egy kicsit nehézkesen megy ez a történelem felvállalása a részükről. Ha ellátogattok szlovák jelenlegi szlovák városokba, ahol esetleg magyar lakta területek voltak, vagy magyar úgymond emberek éltek, magyar múlt, akkor ottan szeretik ezeket a történelmi dolgokat, épületeket, emlékműveket úgymond átnevezni. Mindenhonnan küldtem képet! Nyitra Szlovákia hatodik legnépesebb városa. Gazdag történelme mellett jelene is szembetűnő. Nem hiába ismerik mára a fiatalok városaként. Itt vagyunk Nyitrán, ami egy Árpád-kori település? Vagy még korábbi? Bőven korábbi. Na, az mit jelent? Ugyanis még kelta oppidumot is találtak a Zobor-hegyen annak idején, és arra építettek rá a szlávak az erődítésüket, amit aztán a honfoglaló elejénk szépen el is foglaltak és leromboltak, és ott akasztottak fel annó a szláv vezért. És hogy néz ki itt a szlovák-magyar együttélés? Mert ugye annak idején Nyitráról azt tudták az otthoniak, a magyarországiak, hogy Malina Hedviget itt verték meg. Azért ettől ennyire nem durva, gondolom. Én úgy érzékelem, hogy talán több magyar témát hallok, és lehet, hogy nyitottabbak is felénk a szlovákok és a szlovák pártok. Peti és Angelika, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózata részeként működő Nyitra és Vidéke célalapot vezetik harmad magukkal. Családi programokat szerveznek, segítik az óvodai és az iskolai beiratkozást és a helyi civil szervezeteket. Egy szóval azért dolgoznak, hogy elgondolkodtassák és cselekvésre buzdítsák a helyieket. Nélkülük biztosan kevesebbek lennénk. Mivel foglalkozom most? Magyart és történelmet tanítok. És hol tanítod ezt? Gímesen. A legészakibb iskolában, a Kárpát-medencében, ahol még magyarul tanítunk. Miért nem mentetek külföldre, mint annyi kortárs? Mi abban a kihívás? Én voltam Ausztriában, és azt, amit ott Ausztriában láttam, ugye Ausztriában is vannak szlovákok, magyarok, tehát van vegyes mindenféle nemzetiségű, ugye a multikulturalizmus nagyon aktív. Valaha ezt jelentette, minden, igen. És tehát ebből kifolyólag is a pozitívumot én elhoztam haza. Tehát igyekszem. Tehát csak fölkeltél, és azt mondtad, hogy a Wiener Schnitzel mellé szeretnél kérni egy olyan álmot, amit Nyitrán fog megvalósulni. Igen, pontosan. Nyitrától délre a Duna felé, az erdő mélyén van egy híres csodakút, amit a 18. században fedeztek fel, és állítólag gyógyító hatású, és erre nekem Norbi hívta fel a figyelmemet, aki őshonos helyi poszbai lakos. És te hozott nálunk. Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha megkóstolnád-e forrás vizét. Mindenképpen. Ha van valami betegségem, ettől meggyógyulok? Reméljük, hogy gyógyító hatása van a víznek. Lehetőleg szeretném mutatni egy körtefát számodra. Ami mindenképp. 120-130 éves. Hát az jó régi. Igen. Nézzük meg! Ez a 130 éves körtefa? Igen, 130 éves körtefa. Akkor ez Trianon előtt óta itt. Igen, Trianon előtt lett ültetve, és érdekességként hoztam nekik egy kis kóstolót. Ez kimondottan ebből a fából készült pálinka. És a pogácsa, az is a fából A készített? Pogácsa pedig Nagyim készítette nektek nagyon nagy szeretettel. Hát, figyelj, nem is előtte tudom, javaslom, hogy kóstoljuk meg a pálinkát és hozzá a pogácsát. Töltesz, töltsek. Persze, hogy... töltök. Nem vagyok egy akkora pálinka művész, mint gondolnád. Miután megkóstoltuk Norbi aranyérmes körte pálinkáját, egy finom ebéd közben szóba jött az elvándorlás témaköre is. Norbi is élt egy ideig Magyarországon, Németországban, de azt mondja, honvágya mindig is sokkal erősebb volt, mint sem bármi más, hogy szülőföldjétől távol tartsa. Mindenhol úgy éreztem, hogy az igazi otthon az itt van felvidéken. Úgyhogy mindig is hazahúzott a szívem, és mindig a szívemre hallgattam. Micsoda szerencse, hogy a család kedvenc hobbija épp a borászat. Már a negyedik generáció óta borászkodik családunk, és... Na.
Ez itt egyébként jellemző, tehát jó itt a felvidéki bor. Úgy gondolom, hogy jó és egyre jobb, már mint a globális felmelegedést is tekintve, mert ugye már a szőlőtermesztés határa, a felmelegedés hatására északabbra húzódik, és így a felvidéki területek egyre értékesebbé válnak a szőlőtermesztésre. Azt nem tudtam. Ez az új tokaj? Meglássuk. Én felvidéki. Felvidéki magyar. Felvidéki magyar. Én felvidéki magyar vagyok. Mindenhonnan küldtem képet! Pozsony a szlovákok és a magyarok számára is fontos, ám másképp. Míg nekünk a középkori Magyarország kezdetét, 11 magyar király és 7 királyné koronázó városát, reform országgyűléseink helyszínét jelenti, addig a modern szlovák állam számára az új fővárost jelenti új reményekkel. Félek igaza lesz a felvidéki magyaroknak, hogy a Csehszlovákiában annak idején a szlovákok voltak a kevésbé szomorúak, és ők ezt azzal magyarázták, hogy nagyon sok időt töltöttek a magyarokkal egy országban. De ha ők ez alatt azt értették, hogy a szlovákok olyan sótlanok, mint mi, az egy nagyon szomorú hír, hogy most Pozsonyban vagyunk, a szlovák fővárosban, ami valaha magyar főváros is volt, és azt próbáljuk bebizonyítani, hogy itt még beszélnek magyarul. Úgyhogy meg fogjuk kérdezni az utca emberét itt a belvárosban, hogy Hovarics po magyarski. Srácok, do you speak a little Hungarian? Hungarian, no. Oh, again? How do you know that word? My grandma magyar, Hungary. Try to find somebody who Hovarics po magyarski. No? Hovarics po magyarski? No? Ez nehezebb, mint gondoltam. Do you know anybody who Hovarics po magyarski? No? Okay, thank you, thank you. Ez lassan egy tragikomédia lesz. Po Madarski. No? None at all? Po Madarski. Nie. Okay, thank you. Po Madarski? Nie hovorím. Nie, okay. Po Madarski? No. No, okay. Do you know some Hungarian words? Beszél magyarul? Hála jó Istennek, akkor a 20. emberben megtaláltuk önt, aki beszél magyarul. Na, és hogy beszél magyarul? Ide valósi? Itt született. Izraelbe született. Na, és akkor ide visszatelepült? Vagy ide költözött? Felesége? Feleségem van, igen, itt, most itt látom. Itt is Budapesten. És a felesége ő szlovák vagy magyar? Szlovák magyar, Komáromból. Komáromból. Ezt most nem értem, amit mond. Agyonban. Sorry. Igen. Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, viszlát! Szóval van egy jó meg egy rossz hírem. A jó, hogy nem vertek meg, miközben kérdezgettük, hogy beszélnek-e a régi magyar fővárosban magyarul. Ez a jó hír, ugye? Igen. Akkor a rossz hír pedig az, hogy a 21. ember volt, aki végül beszélt magyarul. De ő csak a felesége miatt. Mindenhonnan küldtem képet! Mostanra bizonyára már feltűnt nektek, hogy minden részben van egy olyan zenekar, együttes vagy kórus, ami feldolgozza és saját stílusára formálja műsorunk főcímdalát. Most sincs ez másként. A szájdob és az ének egy igazi örömzenét alkotnak együtt. És akik előadják, a For You a kapella. Miközben szól a dalunk, angolosan tovább gurultunk, nem csak egy új város, hanem egy másik ország felé. Prágába, a cseh fővárosba kivételesen nem a sörért és a fülöket látogattunk el, hanem mert itt működik a híres Adi Endre diákkör. A fiatalokkal a legendás Ufleku sörözőbe találkoztunk, ahol általában képtelenség asztalhoz jutni foglalás nélkül. Hát végre megérkeztünk Prágába, ahol ki más fogadna minket, mint az Adi Endre diákkör itt Prágában. Sziasztok, srácok! Én sörrel nem kocintok, de tudom, hogy igen. Szóval is csináljátok? Aha, ez jól néz ki.
A Diákkör Csehország legrégebbi magyar diákszervezete, és a dolog pikantériája, hogy egyébként a Felvidékről származó, de Prágában tanuló magyarokat fogja össze. A srácokkal konkrétan mindenről is tudtunk beszélgetni. Főleg azért választottuk ezt a helyet tanulásként, hogy majd olyan egyetemen végezzünk, ami minőségi, és tudjuk, hogy majd utána el fogunk tudni helyezkedni a szakmánkban. A diákkörnek ma nagyjából csak 30 tagja van, a hangulat tehát elég családias. Nem is gondolnátok, hogy mennyire. Igyekszünk olyan rendezvényeket is szervezni, amik így évközben vannak, amik ezt a családias jelleget is tükrözik. A családias jelleget azt úgyis fel lehet fogni, hogy volt már olyan, hogy valakik itt ismerkedtek meg, és lett belőle mondjuk egy Dávid? Igen, ez pont így igaz. Szüleim áldások voltak, dolgoztak itt mindenféle. Tehát az Adi Endre diákkörben ismerkedtek meg. Igen, itt ismerkedtek meg, aztán itt születtem én, meg az öcsém még. A csapat arról is mesélt, hogy milyen különbözőségeket vagy hasonlóságokat látnak a szlovákok és a csehek között. Azt tudtátok például, hogy a két nyelv nem is olyan egyforma? Tehát azért a cseh az teljesen máshogy hangzik, az meg... Néha persze, mert a cseh az ilyen boldog, amikor így beszél, a szlovák az pedig ilyen... Meg az, hogy ők néha ilyen... Ugye beszéltünk arról, hogy a cseknek ez a mentalitása is, hogy ők mennyire ilyen laza emberek. Ez néha benne van a nyelvben is, hogy hallani, hogy jobban elhúzzák. Énekelnek. És a szlovák az milyen? Az és hogy állnak a csehek hozzátok? Tehát, hogy mi a vélemény a magyaroknál? A cseheknek szimpatikusabb az, hogy a magyarok megtanulják a csehet, mert a szlovákok nem tanulják meg a csehet. Ők azt mondják, hogy nekik elég a szlovák, mert úgyis értik egymást. Melyik a jobb hely? Szlovákia vagy Csehország? Gyors válaszokat kérek. Karolina? Nekünk mindenképpen Csehország. Ákos? Nem tudok gyorsan válaszolni, mert attól függ, hogy mi... Kiestél? Sanyi? Nekem Csehország jelenleg. Csehország? Dávid? Csehország. A srácok azt mondják, idővel haza fognak költözni Felvidékre. Nyilván abban gondolkodok, hogy családalapítást szeretnék hazatérni a Pocsonról, akkor azért maradnék Szlovákiában. A magyar környezet miatt is, illetve ott azért az oktatás szempontjából is vannak ott magyar iskolák. Letelepedni valószínűleg én is Felvidéken szeretnék. Peredem? Mivel a gyerekeimet magyarul szeretném majd tanítani. Én mindenképp vissza szeretnék egy idő után térni Felvidékre, már csak azért is, hogy valamilyen szinten próbálják visszaadni is azoknak, akiktől kaptam ugye otthonról. A beszélgetés során szóba kerültek a hírhet Benes dekrétumok is. Most figyeljetek! Hát azért ne felejtsük el, hogy a csehek nyírták a Benes dekrétumokat. Többek között igen. Az a helyzet, hogy azok a dekrétumok még sajnos mindig jogerősen érvényben vannak Szlovákiában is. Ezt az átlag csehem, tudom, osztálytársatok. Mi a folyamatosatok itt tudja? Nem. Úgy, hogy biztos, tehát a történelemből biztos, hogy tudja, de nem tudatosítja azt, hogy ennek milyen súlya van. Ugye mi ennek hogy... megittük a levét, mint a felvidéki magyarság. Viszont például, ha azt mondom, hogy csehszlovákoknak azért azt, hogy Benes, ő valahol egy államalapító. Nektek mit jelent Trianon, itt Prágában? Voltam most például az Adi Endre diákkörrel nyári táboron, és akkor a... Hol voltatok? Jogerben. Majd lesz, hogy pontosan nyáron, és egyéknál is ittunk egy út. Okájának nagyon finom borai vannak. Na, végre nem sör. Igen? És ott persze észleltem azt, hogy amikor a szlovák vezető a várban azt mondja, hogy soha nem volt magyar, akkor ez egy olyan, hogy azért ezt már ne fertítsük már, hogy itt nem volt magyar. Jó, de ha kivegy az ember a magyar, az ottani temetőbe, akkor nem egy magyar sírkő, az fényképest a egy évvel ezelőtt. Szlovákiában megpróbálják eltitkolni, vagy figyelmen kívül hagyni, hogy ott vannak magyarok, és az egész történelemből kidörölni, ami nekünk felvidékieknek eléggé fájdalmas. Nekem személyesen a megmaradásunkat jelenti. Sokan felvidéki magyarok közül ezt úgy sérelemként élik meg még mai napig is. Úgymond ezt így mindig ilyen... Hát kocsmánkban lehet ugye hallani, hogy minden tiszta és hasonló dolgok. Most idéznék egy Laboda Robit, de abban is van egy kis így gondolók elrendszeres. Légy szíves, mondd el! Teátrában, ahol együtt felesztünk, ott egy magyar vagyok a Balatonnal, meg egy szlovák. Úgyhogy igen. Ez ilyen. Tudtok ezzel ellen tenni valamit? Leginkább közbeszédben tartani ezeket a témákat, beszélni erről. Az UFLEKU után megkerestük Prága néhány magyar emlékét is. 1989-ben, a Bársony forradalom alatt, ezen az utcán csúcsosodott ki addig ez a tüntetés, hogy a szervek, a rendőrség
erőszakosan lépett fel a tüntetők ellen. Tehát amikor a kommunizmus véget ért itt Csehszlovákiában, akkor még Csehszlovákiában, akkor itt volt az egyetlen halálos áldozat? Vagy... Igen, úgy tudom, hogy ebben az utcában. Ebben a tüntetésben az itteni magyarok is részt vettek egy olyan táblával, hogy veletek vagyunk mi, csehországi magyarok. És ezt a csehek mennyire tudják, hogy a magyarok akkor itt voltak? Tudják. Tudják azt, hogy a magyarok itt kiálltak az ellen, hogy itt véget érjen a kommunizmus ez jó minden egyéb. Tényleg a burgert adnak kurvát? Hát nézd, nem tudom, hogy ez mennyire vízezett, vagy eredeti, de hát igen, ez cseh. Ez. Azt most nem mondod komolyan, hogy ez itt egy kürtös kalácsozó. De? Ez itt egy kürtös kalácsozó, és ez Prágában egyáltalán nem egyedi. Szerinted, ha most oda menjünk a mamihoz, akkor meg tudja mondani, hogy ez egyébként magyar? Nem tudom. Csak így megkérdezett soron meg kívül, hogy tudja, hogy honnan van-e a kürtös kalács. Jó, megkérdezem. Pani, můžu se vás zeptat? Trdelník, to víte, že odkud pochází, že... Jó, děkuji vám. No hát azt mondta, hogy nem tudja, hogy honnan származik, hogy valaki mondta, hogy ez egy régi cseh dolog, de hogy ő személyesen nem tudja, és igazából az akcentusából azt vettem ki, hogy ő nem cseh, hanem ukrán származású. Ukrán? Aha. Ebben a házban lakott a prágai tevékenységei alatt Görgei Artúr. Ugye Görgei Artúrról tudjuk, hogy a szabadságharcban egy kiemelkedő vezéregyéniség is volt. És előtte pedig itt élt? Prágában. Így van. Ő a Karra Egyetemen, mint vegyészmérnök tevékenykedett, és a vegyészet területén komoly felfedezései is volt. Egyébként ezt az emléktáblát mi, Ady Endre diákkörösök is meg szoktuk úgymond koszorúzni. Tehát ez milyen alkalomkor? Március 15-én? Március 15-én. Itt koszorúzzuk meg a március 15-ére II. Rákóczi Ferenc emléktábláját, aki 1691-től 92-ig ebben az épületben lakott. Ez egy jezsuita rendház volt. Én prágai magyar. Prágai magyar. Prágai magyar. Prágai magyar vagyok. Mindenhonnan küldtem képet. Szlovákiában arról meséltek nekünk, hogy sajnos itt nem igazán van összetartás és közösségépítés a magyarok részéről. A vegyes házasságokban itt gyakran döntenek úgy, hogy inkább szlovák iskolába járjon a gyerek. Szerencsére ezt a problémát sok tehetséges fiatal felismerte. Ők elszántan küzdenek azért, hogy 100 év múlva is éljenek még itt magyarok. Rájuk büszkék lehetünk, mert ők a mi hőseink. Ott hol volt, hol nem volt. Amerre mentem, de ott nem jártál pont. Elfért a világ a kezemben. Az üveghegy innen egy ékszer volt. Az konferencián innen. Hetet hét országon túl. Király fiak közül a legkisebb. Szegények közt a trubadúr. Rajta maradtál, tesz a pénz. Világ, rész. Majd elnavigál, aki átcsempész. Mert nem irányíthat a számom. Aki bátor, vissza se néz. Ha én tekerek, te ülhetsz a vázon. Rajtad a szemem, ami szívem a számon. Mindenhonnan küldtem képet. Mindenképpen nézd meg honnan. Hallgass meg, majd miről mesélek. Nézd meg! Műsorunk főtámogatója a felfedezés örömét a Suzuki hibrid modelljei támogatják. Műsorunkat támogatta a Techball. A külgazdasági és külügyminisztérium. A Safari Travel utazási iroda.